Üdvözlök mindenkit az ETFC Békés Csaba 1912 előre mérkőzés meccs vlogjában. Itt vagyunk már az ETE Arénában egy kisebb családi kivonuláson. Itt vannak a csapattagjai, mutatkozz be kérlek. Az öreg Kovács. Mutatkozz be kérlek. Kovács néni. Na, és úgyhogy várjuk a mérkőzést. Az előre a második helyen tartózkodik. Az ETE pedig jelenleg 7., de győzelem esetén sikerülne előzni a csabaiakon, úgyhogy csak a győzelem lehet a cél. Hajrá az ETE, hajrá kékfehérek! Zajlik a bemelegítés. Kónya úgy néz ki, hogy egyelőre a kispadon kezd. És a csabaiak ezúttal fehér felszerelésben fognak majd pályára lépni. Pedig már kiezó Gajdost látjuk a közeli képeken. Úgyhogy győzni kéne. Hajrá az ETE, megjött a mentőautó is egyébként. Reméljük, hogy senkinek nem lesz rá szüksége. És akkor már zajlik javában a bemelegítés, fotós úriemberünk is itt van. Ő a csapat fotós, a Győrben is ott volt, és ha minden igaz, akkor most szerepelni fogunk egy fotón. Ugyanis a mérkőzés előtt fotókat készített, és egy képre megkérte, hogy álljunk már be. Úgyhogy beálltunk. És akkor ott a csabaiak is melegítenek. Egyébként várhatóan 2-3 ezer néző lesz, ott közben a közeli képeken Kónya játszadozik. Illetve társai, valószínűleg ők a kispadon lesznek megtalálhatóak. A kapus... Igen, a kapus minden bizonnyal majd zöldes illés lesz ezúttal is. Kónya pedig továbbra is meghagyta hosszú haját, illetve szakállát. Jól van, jelentkezek még. Kapusaink edzenek, Szemerédi küldött meg egy labdát jó erősen zöldesinek. A kapus könnyedén hárított, Szökrönyös passzolta vissza egyébként a labdát. Csak a kapus edző is ott látható a közeli képeken. Nem tudom, de Nagy Tamás csapata mindenféleképpen jól végezte a felkészülést erre a hétre. Az ETE főleg a támadásokra fókuszált ezen a héten. Közben Popin egy érdekeset fejelt. Nem is tudom, mi történt vele. Na hajrá, fiúk! Kérjük Önöket, majd kiutatásukra segítségével a csapatunkat. Legyünk a 12. ember a pályán. A mi szentélyünk, győzelem a szenvedélyünk. Egy véget ért a csapat bemelegítése, a srácok már elindultak az öltöző folyosó felé. Hamarosan kivonulnak majd a srácok a pályára, nagy izgalommal várjuk már. Trudnak már néhány, még a kispadosok még melegítenek egy kicsit, de a kezdőcsapat tagjai már mind bevonultak, úgyhogy hajrá az ETE! Jelenleg a csabai csapat még melegít a pályán. Egy kedves barátomnak, Gameplay Forum 12-nek, azaz Dombi Ákosnak is üzenném, hogy ott láthatod kedvenceidet, drága barátom. Reméljük, hogy ma vereséggel fogtok hazamenni Csabára, mert ez a mi előnyünk, a mi szentélyünk, győzelem a szenvedélyünk. Néhány perc múlva kezdés egyébként. A kezdőcsapatokkal jelentkezem legközelebb. A csapat tagjai már nagyon feszültek. Itt látható Ajdi egyes messzámmal. Ott a drága szülők. Mindenki elbújik. Most következik a Békés Csaba hadrendje. A cserejátékosokat hallhatjuk. Hú, de izgulok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most pedig következzen az ETE támogatás. Egyessel. Zöldes illés. Zöldes illés. Nem baj. Négy. Zorán. Tízes. Benjamin! Benjamin! Kedvencem! 11-es! Gajdos! Gajdos! Zsolt! Zsolt!
13. Devecseri Szilárd. Devecseri Szilárd. 19. Szépen. János. János. Kicsókeri. Szökrös. Szöki játszik. Ez az. 7-es. Benni. Bence. Na ő a letenyei gyerek. Letenyei a Bedi. De letenyei. Eljön. 91-es. Is. Máté. Máté. 94-es. Hudák Martin. 92-es. Nem. Balázs. Zsolt. Zsolt. Na őt se láttuk még. Popinék jelentünk. Szemeredi Norbert. Kónya Orvén. 7-es. Novács Ákos. 18-es. Horváth Krisztofer. 44-es. Gergényi Bence. Mondtam, a Gergényi beteg az én játszik. Popin. Popin. Sasa. 94. Hudák Martin. Hudák Martin. Nagy Tamás. Tamás és a játékvezetőket, Bormár Tamás, asszisztenseit, Orbán Zoltán és Tarkas Balázs. A mindenkinek sportszerűen, mindenkinek sportszerűen, hajrá szépen! Hajrá, kékfehérek! Kérek, hogyha néha helyenként remegni fog a kép. Srácok, nagyon izgulok. Ez annak az egynek a az eredménye. Egyébként most a múlt heti meccsről fogom mutatni képeket. Aha. Induló. Nem. Vagy nem. De hamarosan, hú, de be vagyok zsongva. Srácok, nagyon-nagyon nagy az izgalom. Ajdem pláne. Egyébként most a gyepet locsolják. És locsolják a gyepet. Most már csak néhány, 4-5 perc múlva kezdőrúgás. Ott fő van, mert tök szép. Ott a kapunál, és ott van, ahol játszott a zöld, és jött meg tiszta sárga. Az is jogos, az is jogos. Az is jogos, csak annyit kérek majd mindenkit, hogyha a videót veszek, akkor egy kicsit hangosabban beszéljünk, mert nem hallani titeket sose. Mert nagy a hangzavar, ugye. Ki milyen eredményt jósol a meccs előtt? Mindenkit egy tippet várnék. Ajdi? 2-1. 1-0. Anyukám, milyen eredményt vársz? 3-0. Krista? Krista. Milyen eredményt vársz? Mennyi lesz a meccs? Eredmény. 3-1. Erről van szó, úgyhogy én 2-0-át jóslok, Babati reméljük betalál, úgyhogy várjuk a mérkőzést. Hajrá, kékfehér! Tú-tú. Itt pedig egyébként Bud Spencer a közeli képeken, srácok. Hülye vagy. Hülye vagyok. Igen, az vagy. Mester, megjött a Bud Spencer. És hol volt a terenszél? Itt van Pierre Dory. Hol volt a terenszél? Ő meg ott ül, csak már megöregedett. Békés Csabáról is kilátogattak ide az Ete arénába. Jó szurkolást mindenkinek ezúton is. Hajrá, az Ete! Na megjöttek az ultrák. Gyülekszik ott is a nép. Azokra vártak. Hát anyám. 4, 3, 2, 1. Érkeznek a csapatok. Pályára léptem, a szívem dobog. Kék-fehér zászlónk az égen lobog. Ma mindent eldönt majd a sors fel. Hajrá, de te! Hajrá! Olé, olé! Olé, 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 olé
Kedves szurkolói, csapatok, saját nevelési játékosok, még mindig nem töltöttem be a nevelési nevelés napját. Velünk Bence, a múlt héten az Eperti Győrben játszott a 100. felnőtt bajnoki mérkőzését. Szép volt, Bedi! Szép volt, Bedi! A klub Itt van Solec! Itt van a Solec anyám, a kedvencem! Hajrázzete! Aha. Így van. De viszont végre kékben játszunk, mint én. Hajrázzete! Nem baj. Boldog a szívem, mert kékfehér az Isten. Ákos, elverjük a csapatotokat. Olé, 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 olá. Csapatkapitányunk Babati, illetve az ellenfél kapusa, a két csapatkapitány a közeli képeken. Nem. Pont, hogy cserélnek. Mi támadunk jobbra az első fordulón. Tüttü. Zöldesi szenzációs kapus, ő volt a legnagyobb vétel. Kisvárdából jött. De jó is vétel. Jól hát. Na, hajrá fiúk! Hajrá kékfehér! A Békés Csaba gárdája kezdi a mérkőzést. Indult a mérkőzés, a Békés Csaba indult. Hajrá Zete! Hajrá Zete! Szépen János továbbította a labdát. Éppen Vojnovics Aljosánál van, aki Devecserit választja. Devecseri! Kiteszi a szélre Bedinek. Az Ete indítja a mérkőzés első rohamát. Békés Csabánál van most jelenleg a labda. Egy rövidnek tűnő hazapassz, és egy felszabadítás, amire Bedinek kéne oda tartani gyorsan, de Becseri nagyon lazán oldja meg. A Békés Csaba rohamozik, miközben Zöldesi vágja előre a labdát. Szépen kapcsoltuk le. Kis Máté volt, azt minden igaz. A Vojnovics. Vojnovics, Vojnovics. Azért... Valaki berúgta. Ja, de egy-egyre jöttünk, nem volt erőnk benne, hogy még így rúgjunk, de... Hajrá, Zete! Kicsit büsztessük már miénket, ha bazeg. Tülünk csöndbe, gyerekek. És Csaba szöglet a második percben, a harmadik percre átlépve. Valószínűleg kis szöglet lesz, majd nagyon figyelnek középen a srácok szerencsére. Csabaiak rohamoznak. Nagyon szép volt. És a kontra. Gyerünk, fiúk. Fölküldött labda. Babati. Babati a szélen cselezget. A középretett labda. És... Érkezik a csabai orvosi stáb, összefejlés történt középen, egyébként szándékosságról nem beszéltünk, összefejeltek, ez benne van a futballban, csabai játékos ápolásra áll az idő. Zete bedobás lesz, vérző játékos nem lehet a pályán, szóval. Bedobás lesz. Hát igen, egyelőre 10 emberrel a csabaiak, a Zete sportszerűen visszaadta a labdát. Az első percek könnyed labdázgatással telnek, ez várható volt. A Békés Csaba a földön lévő játékosa tudja folytatni a játékot, szóval újra 11-11 ellen. Egyelőre komolyabb helyzet nem volt egyik oldalon sem, a mérkőzés 7. percében járunk. Egyébként csak a rendkedvéért nyilván kékfehérben az Ete együttesen látható, míg lilában, illetve vagy fehérben, illetve lilában a csabaiak. Ez most a miénk lesz, Babati? Szépe? Ajosa? Babati? Az Babati? Ott szélen, azt mondom, hogy őt kell váltani. Na!
Gyerekek! Gyerünk, kékek! Demecsedi! Hazateszi maga biztosan zöld esély a labda. Lesják. És Aljos a Vojnovic. Vojnovic egy csellel arrébb viszi. Bedi. Egyelőre hátra játszanak a srácok. Nem nagyon látni még a taktikai elképzelést. Na? Csabaiak hosszan indítanak, Zöldesi könnyedén fogja meg a labdát. Természetesen kapus van a kapuban, nem homokzsák. Egy távoli jövéssel talán megpróbálkozhatnának a srácok, mert eddig nagyon stabil a Csaba védelme. Szélen indultunk meg. Középre, és az első zalai helyzet. Nem is volt rossz az elképzelés. Balázs Zsolt fejelt a kapu fölé, nem sokkal. Békés Csabánál. Szépen János óriási hibázott, majd javít, jól van, rúg ki, lesják! Zöldesi, azaz! Nem szabad hátul játszani, fiú! Szép miénk a labda, Vojnovic! Szépe! Lesják! Devecserinél van a labda, egyelőre továbbra is kevés az elképzelés. Nem nagyon tudunk átütni azon a bizonyos középpályán, nagyon kemény a Csabai a középpályája, az a helyzet. Jó magam egy vagy két gólos mérkőzésre számítok, és jó az indítás viszont! Középletett labda! És... Az még egy helyzet lett! A fenébe! Csak az etelé! Felrúgott labda! Szépen, nagyon szépen ment a labdáért most. Kis Máté, Babati. Babati egy csellel ott hagyja védőjét. Na Babati, Babati! Hé! Spori! Mi volt ez? Kurva anyádat! És? Hát nézzek, szegény Babati így ott a földön. Állíts már meg a játékot a gyökér. Ruki! Kurva az rádat! Köcsög! Szegény Babaté indi a földön. Vakabíró. Csak az ete elé! Csak az ete elé! Legyen az, hát nyomorék Csabaiak! Engedd már be! Kúnya is elment melegíteni. Engedje már be! Engedd már be! Na végre! Hát de kurva anyja, te hogy vezeted? Csak az ete, nem kell semmi más. Undorító haladás. Gyerünk, fiúk! És megint ki, Babati, mekkora labdát adott? Bedi, add be! Szögi! Jöhet befele a szöglet majd. Csabaiak, nagyon undorító módon játszanak eddig. Egyébként igen. Jöhet befele a szöglet. Abból még bármi lehet, ám. Legerszeg! Ribánszki Attilánál van a labda. Igen. És tényleg.
mondtad biztosan? Lesek indít, de nagyon hossza, nagyon-nagyon hosszú volt az indítás Lesek Zorántól. 20. perc, eddig egerszegi fölény látható. Így van, erről van szó. Szépe? Nem baj, meg lehet. Lesek. Na, Vojnovics. Egy jó labdát, Vojni. Hova? Eddig még nem is láttam el. Felküldött labda, ez a miénk. Na, Lesek. Egy jó passz, azaz. Zöldesi. Aj, Zöldesi, könnyedén, erről van szó. Hát igen. Ó, oh, he! Jó, jó. Baba, ti! Baba! Mindben 11-es legyen. Nem baj, nem baj. Képest, múltkori még... Győrben jól vezetett. Győrben az jó volt. Vojnovics. Nem baj, csak mi rúgjuk az elsőt, az a nagyon fontos. Mert az lélektanulag is nagy előny, ha belegondolsz. Megnyugtat. Most láttad múltkor, hogyan kapkodtuk, amikor kaptuk azt a gólt. Na, Lesek. Hát nem nagyon. Na, Balázs. És jó labda. Bedi. Á, nem baj. Miénk lesz, aki menne. Menjél. Jaj, gyerekek! Nagy a baj! Középen, Zöldesi, arra az! És most lehet kontrázni. Nagy labda! Fedez. És a Csabánál van a labda, de le kéne támadni a kapu előtt, és még bármi lehetne abból. Meg is van a labda. Nagyon jó fiúk, ez az. És valami beadás, fussunk be többen is. Gyerünk. Add be. Á, önzőzött a srác. Gyerekek. Hát túl figyeljünk oda. Ez az a szépe megint hol van? Ez a szépe itt, neki kéne rajta lenni a 10-es gyereken. Na a Gránic, neki van a Dombi, tőle kértelem ezt. Így van. Csúszsz el! Na, egy letámadás. Hosszan küldik fel a Csabaiak. Meg kéne szerezni a labdát. Ez most Csabai bedobás lesz sajnos. Baba! Nem, szerintem a lába nem olyan szegény, mint az elején. Ivószünet van. Nem, hát ivószünet, egy perces ivószünet van. Jön a Csaba sajnos, az a baj, gyerekek. 27. perc, középetett labda, az semmi nem lesz kirúgás. És Kónyához megy a labda. Hát már nagyon kimászik. A 30. percben a Békés Csaba végezhet el egy szabadrúgást, középen kell figyelni, az lesen van, annak nem is tudják adni. Most zavarhat be egy kicsit. Csaba jött a passz. Hé! De nézze, megint nem látok sem. Fogd meg! De megint földön van ám az ember! Szökrönyös. Ahó! Rúgjad már ki! Szöglet befele. Nem, mi volt ez, te? Nem megy, mi? Béna gyerek! Ennyi vagy! Babati! Egy kicsit hosszan veszi át. Persze. Szépen ne hagyd üresen. Jó, sem elcsúszik a gyerek. Hogy ne lenne jó? Másodikak most. Ezeknek 7 pontjuk van most. Nekünk 5. Na, kis. 1-0-át éreztem én is először.
2-1. De legyen 1-0, az is jó. Bőven jó. Na, Babati. Azaz. Nem nagyon tudunk elindulni, az a baj. Jövünk egyre hátrébb. Ne hátra, fiúk! Szökrönyösnek passzoljál már, mi van, szegény gyereket meg se játszák, nézd ne! Ott állt a szökrönyös üresen. Kis Máté, Lesják. Nézzük, lesz-e valami. Babati. Hey! A sírkúrnak lesz, nem? Arra, Kaposvár ellen, szerdán. Melyre? Csúsznál! Na! Nagyon védekeznek ezek a csabaiak. Egy már bemenne, akkor... Akkor persze. Zöldesi. Na most meg lehet iramodni, mert az köti a cipőjét. Ott kéne a szélem fölrúgni neki, ne. Azaz. Jó lehet, csak menni kell. Na, de meg, ez még miénk lesz, szám. Miénk lesz, nem kell félni. Na gyerekek. Szünet előtt jó lenne pont rúgni egyet. Ja. 46. percben. Hát ja. Vagy rögtön a második fél idő elején. Hát ez az. Na, Jósa! Bedi? Na, Csaba csak védekezik jelenleg. Babati ott van megint a szélen egyedül. Bocsánat, szépen van a szélen. Kezd megtelni sajnos a tárhelyem, úgyhogy oda kell figyelnem, srácok, nem tudom, hogy még mennyi lesz. Zöldes végzi el a kirúgást. Majd a kicsit. Zöldesi gyengén rúgtak ide, még ebből lehet bármi is. Milyen a labda? Na, Jósa! Mit fújsz le? Áramot vezessél! Megvolt a csabaiaknak a kenőpénz, úgy tűnik. Hát gyerekek, ennek a bírónak áramot kéne vezetnie, nem mást. Hát ja, 37. perc. Csabai szabadrúgás. Bíró elég szarul fúj. Na nézzük. Zöldesi... Azaz! Lapott neki, azaz! Lekönyökölte a Babatit, az sárgát ad neki. Nem volt még gól, ugye? Nem. Kurva anyját, te! Nincs visszajátszás. Nincs. Na, Babati. Na, megint a Babati a földön, hihetetlen. Undorító lila majmok. Na! 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 Szöglet! Szöglet, 40. perc. Ez úgy van. Hát úgy stresszes vagy. Jön befele a szöglet. A fejes! Még benn van a labda. Szabadrúgás. Kis? Na! Baba! Hey! Mi van, te köcsög? Adjál már neki lapot! Mit csinálsz? Azaz! Köcsög bíró! Baszd meg anyád! Te büdös köcsög! 43. perc vezet a Csaba. Egy-egy! Megvan a gól! Csak megtelt a tárhely, nem tudtam venni! Szép volt, fiú!
És a második félidő Zete kezdőrúgással indult. Most a bal kapura fognak a srácok támadni. Úgyhogy be kell húzni a meccset, hajrá Képfehérre! Balat, Jairo! Mi van, nem látsz a szemedtől? Te kurva anyját már tényleg! Nem igaz, gyerekek! Undorító bíró! Na! Hey! Balázs Zsolt egy nagyon picit hosszan vett át, de nem baj! Gyerünk, Zete! Csak a Zete elé! Babati száguldott a szélen, miközben passzol Kisnek. Kis, Baba lesen van, nehogy neki tedd. Gyerünk, 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 hajrá, Zete! Zalaegerszeg! Babati, kezd el fáradni szegény. Na, Kónyi! Azaz! Miénk a labda, nyugi. De kimegy, és az a miénk lesz. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, annyit. Fáj, hát Babati nem fogja tudni végigjátszani, néznek, hogy fogja már a térdét szerencsétlen. A mocskos lilái. Szöglet, nem? Aha. Nem, nem, bedobás csak. De az is jó, közel a kapuhoz. Nagyot kéne dobni. Amikora? Na, Kónya. Csak az ető elé. Nyugi, cicám, tudatosan. Jó is, jó is, jó is, jó is! Na! Vezetünk! Mocskos lilák! Hajrá, Zete! Hajrá, Zete! 2-1! Bajnos megint! Mocskos lilád! Nem baj! Hajrá, Zete! A beadás! Nem baj, nem baj, nem baj! Nagyon jól játszik a Zete, srácok, erről van szó! Azaz! Bedi! Bedinél van a labda! Jó! Ó, nem baj! Szép gól! Pazar labda! És... Valahogy rúgják föl, az lenne a legjobb. Na! Nem baj! Fiú, befele! Jó! És a lövés! Á, Szögi! Jó, jó, jó! Zete! Hajrá, Zete! A helyzet, elnézést a hangomon már tartalékolok, mert teljesen elment, 62. perc, Csaba támad, egyértelmű egerszegi fölény egyébként. Ne! Jó! Jó, 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 jó! Aljosa! Ne! Végre! A balfasz Csaba itt le kell cserélni, mocskos lilák. Folytatódhat a meccs, 63. perc. Kis Máté jöhet szabadrúgással a 65. percben, ha ezt bevágjuk, eldől a meccs. Máté! Jó is! Ó, szöglet, nem? Szöglet, szöglet, jó van! Hajrá, Zete! Kiúszhatnak. Baba! 9 métert ilyen... Igen, de is 9 métert meg kéne adni. Hátrébb te! Mocskos lilák. Baba! Jó! Szöglet! Kis Máté szöglete következik. 67. perc, előtte egy csere. Na. Tatszörjön, én nem tudom. Balázs Zsolt helyett Novák Tonát. Allé, jó! Nem tudok csak.
Mi? Tényleg, hogy mi lesz ebből a családok cserélkében. Kopi nyomtad volna. Hogy a... Na ja. Nem baj. Csani is jó. Na és a szöglet. Kis Máté végzi el. 68. perc. És... Ott van! Baba! Gyerünk! Semmi! A bűnös anyádat! Kabati Benjamin! Gól nem látszódott, de nem bírtam. 3-1. Jó. A tűzgyere. Nem bírtam. Én halabban még hagyja. Kevés volt a kenőpénz, úgy tűnik. Na, baba? Hó? Jó, jaj! Nem baj. Most megállítottad egy picit. Szeretlek. Most látom a labda. Nem baj. Jó, nem baj. Állítottad? Csani! Na, még ugye! Na, Csani! Nem baj. Előre látható, hogy ezért jelzek. Ugye ideges az edzőnk. Szerintem a másik is így mindjárt egy idő. Jó! Azaz! Hé, valaki már sérült. Rúgd már ki! Rúgd már ki! Nem lesz az. Na? Ne engedjétek! Lőj még 11-es akkor! Na, még egyet rúgni. Na! Ez baba! Ez az. Figyelj, baba, ki megoldja. Ne hátra! Miért? Ilyenkor már nem kell támadni. De vegye. Csani rassi lesz. Nem! Baba! Csani! De miért cselez ilyenkor? Nem beveszi nem állították ki az edzőt? Beveszi a nyugtatóit. Hát de nem is csinált semmit. Vagy csak feladta. Ott van. Na, hajdi. Na. Gyerünk, fiú!
maga ott van szabadon. Jó lenne még egy gólt rúgni. No! No! Nem baj. Babatina. Jogi azon... szerintem ő is látja az övét. Elcsúszott szegény. Nem baj. No! Nem kap labdát. Fijed. Ilyenkor már tudja, ilyenkor már siet. Te. Elcsúszik. Zete helyzet az utolsó pillanatokban. Sajnos nem találtunk be. Még egy szöglet belefér. Levecseri befejeli. No! Na Gajdos! Szögi! Na itt meg is tudunk szólni neki. De nem úgy a Gajdosnak, hogy jó van. Ki jön? Ja, a kis Máté jön. Gyerünk Máté! Gyerünk Máté! Hajrá! Fújd le! Vége! Hajrá, Zete! A végeredmény 3-1. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönjetek el! Sziasztok, köszönjük a figyelmet! Hajrá, Zete!